Na, szevasztok! Hát elindultam megnézni, többen rám írtak meg. YouTube-on is volt érdeklődés, hogy mi a helyzet a holtágakkal, ugye a folyó nem nagyon horgászható, ez a hantos kerti. Oda be lehet mászni a híd alá, ha valaki ügyes, ott van egy kisebb lyuk. Itt ennyi, de se honnan nem férek hozzá, nagyon meg kéne aprítanom a nádat, még lehet, hogy megteszem. A másik oldal az ennyi, egy 4-5 méter van csak kiolvadva végig. Foltszerűen egy-egy helyen ki van olvadva, de kijelenthetjük, hogy a hantos kerti az be van fagyva. Lehet, hogy a másik hídnál ott, a Sóhajok hídjánál lehet, hogy van ott egy kisebb hely, majd lehet, hogy mindjárt elgurulok arra, meglátom. Még itt eldöntöm, hogy ide bekommandózom-e ott lent, vagy nem. De az a lényeg, hogy elsőnek ide jöttem, aztán majd megyek a Fűzfás, Csókási, Révzugi, ezeket meg fogom nézni most így hirtelen. Megpróbálok itt, hát majd mindjárt meglátom, hogy bejutok-e oda nádat írtani. Egy kicsit ezt a belógó nádakat megagyusztálni, és akkor be tudnék oda dobni. Egyelőre ennyi, úgyhogy a hantos kertit azt azért nagyon nem kell erőltetni, és elég vastag a jég, gyerekek. Onnan látom, hogy ott dobáltak rá. Úgyhogy nem tartok attól, hogy ez olyan nagyon könnyen kiolvad. Ez hízott egy 3-4 éjszakán keresztül, ilyen mínusz 4-5-6 fokba, úgyhogy azért ez nem olyan nagyon vékony jég. Jó, úgyhogy ez a hantos kerti. Egynek ennyi. Na, szervusztok!